Jobb lesz, a szóban is izgatsz. Ez eltart egy darabig. Készülj torkalapácsára. Miért műteti meg magát? Mert utálom a gumit. Azt én is. Nem érzek semmit. Ha lehet, ne okozzunk erekciót. Az most nem jönne jól. Megvan az új pápa. Hogy van az acsi? Nem könnyű stricinek lenni. Arasd csak le a kemény munkám gyümölcsét, jól megy? Az nem kifejezés. Na és te meg élvezed az apám feleségét? Komolyan? Aha. Te is el vagy kötve? Mit gondolsz, miért nincsenek otthon kis puják? Nem is tudtam, azt hittem, te meddő vagy. Barom! Inkább azt szeretem hinni, hogy a féle kreatív bába vagyok. Én meg szeretem azt hinni, hogy 30 centis farkam van, de attól még nem Jézusom. Igaz. Csak ötten kevesebb. Mi az? Fáj a farkamnak. Bocs, mennem kell. Várj csak, most meg mit csinálsz? Ó, ez a rohadt ribanc azzal fáraszt, hogy húzza a gumit. Mi ez a hülyeség? Nem valami rakendról. Véletlenül kezdtem el nyolni. Mi van? Tényleg, ha ne az Isten mondjuk letartóztatnák a puncidat, és ki kéne választanom a gyanúsítottak közül, azonnal felismerném. Kettes számú, lépjen előre. Forduljon balra. Ez kell, René. Vajon szerinte is bocsánatos bűn volt? Na jó, akkor ma utoljára elmondom, hogy ez bárkivel megeshetett volna. Rossz helyen voltam, rossz időben, rossz punciban. Szt, elnézést, kicsit részeg. Megőrültél, Karen? Oh! Oh!